284 en szavaztak eddig, az igen, hogy lesz reális az atomháború, az 49 százalék, és nem az 51 százalék. Látszik, hogy szoros, de hogy azért a, a 49 meg az 51 is olyan, hogy hát köszi. Tehát hogy az nem egyszerű. Kicsit átvinném másik témába, mert lassan majd... Reméljük, el... hogy nem lesz atomháború, ezt azért hagyd tegyem hozzá, igen. tehát hogy, hogy nem várható, ahogy mondtuk, nem várható, hanem sajnos veszélyként reális is lehet akár. És az előbb mondtam az első világháborút. Tehát az első világháborúban sem voltak talán a politikusok ilyen szinten hipnotizáltak, mint amit én láttam az Európa Tanácsban, vagy akár az ebeszülésén volt úródóra Tehát mindenhol ezt látjuk. Akárhova megyünk, az európai vezető politikusok döbbenetes módon a magyarok, és nem a magyar kormányt. A magyar kormány az mindig letapogatja a magyar lakosság lelkiállapotát éppen közel kutató cégeivel. A magyar nép azért nagyon sok helyen már elmondtam, ami, ami óriási bölcsesség népességet tanúsít, és én ezért nem szeretem, amikor így leszólják a magyar népet, hogy ú, birka a magyar, meg nem tudom, szokták mondani a piacon. Nem, 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 én ezzel soha nem értek egyet. A magyar nép az igenis nagyon bölcs. az, hogy a politikai elit az olyan, amilyen Magyarországon, azt tudjuk, de a magyar nép az bölcs, és a magyar nép nagyon bölcsen, stratégiai nyugalommal szemléli a szomszédban zajló világpolitikai eseményeket. Ettől függetlenül az európai politikusok nem ilyenek. És az európai lakosság sem sajnos. Tehát akárhova megyünk, látjuk ezt a háborús hisztériát. Én döbbenten nézem. Én azért ugye nem vagyok egy pacifista. Tehát rólam azért lehet tudni. Én 20 éves koromban imádtam az ilyen, ilyen nem tudom, militáris összejöveteleket, meg, meg ismerem a fegyvereket, szét tudok szedni egy kalasnyikovot, de az a helyzet, hogy, hogy vagy voltam a koszovói háború idején Koszovóban háromszor is, még a Káfor bázison is, tehát én nem vagyok egy ilyen, ilyen született, nem tudom, pacifista, de engem elborzaszt. Megrémiszt! családapaként is megrémiszt egyszerűen az, hogy, 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 mi ez a vérgőzösség. Rengeteg lengyel barátom van, ugye politikusok is, és tényleg, tehát az pff, Ott most ölni, megtámadni Oroszországot. Ilyen hát van. barátok vagyunk, tehát nyilván beszélünk egymással a, a, lengyel parlamenti képviselő barátaimmal. Nagyon szeretem őket, remek emberek, és a lengyel-magyar barátság az, az ugye legendás, és, és, azt meg kell őrizni. De, de ővelük egyébként nyilván sokkal könnyebb beszélni, de, a, de az átlag sokszor, hogy a, a, az utca embere is úgy beszél néha Lengyelországban, hogy, 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 hogy megijeszt az, hogy, hogy nem, nem, is maga a háború veszélye, hanem az, hogy te jó Isten, tehát, hogy ennyire nem tudnak emberek végig gondolni egy helyzetet. Nem tudják azt fölmérni, hogy, hogy, hogy ezzel egyébként egy világháborút indítunk el, hogyha itt be akarnak vonulni, mondjuk orosz területre, hogy, hogy előbb-utóbb tényleg megnyomják akkor a, a, piros gombot Moszkvában, hogy nem érzik, hogy, hogy ez nem játék, hogy elpusztíthatjuk ezt a, ezt a maradék Európát. Nem volt elég a, az első világháború rettenetes vérszivattyúja. Nem volt elég, hogy utána annak a következményeként jött egy második világháború, az a vérszivattyú. Nem volt elég az egyébként, hogy, hogy hiányzik Európából az a, az a sok millió meggyilkolt európai, egyébként jelentős részben férfiak, ugye a háborúban férfiak haltak, de nem csak ők, hát rengeteg civil meghalt, nők meghaltak, gyerekek meghaltak, aggasztanak meghaltak a 20. században, és, és, a helyükre most ugye migránsokat telepítenek. Tehát nem volt elég, még, 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 jobban szét kell vernünk ezt, a, ezt az öreg Európát hihetetlen számomra. Na tovább mennék, mert tényleg néhány percünk maradt, és még két témában mindenképp szeretném kérdezni. Az egyik az, itt is most sokan kérdezik Kárpátalja esetleges visszacsat tolásának lehetőségét, és ugye amikor volt a Lengyel Függetlenség napja, akkor ugye kiírta a Facebookra, hogy Isten áldja Magyarországot, találkozunk újra a közös lengyel-magyar határon, ebből aztán akkor a balhé hogy Viktor Balóga valahogy összekeverte önt a magyar kormányjal, és ilyen különböző jelzős szerkezetekben talán ott a kutya, meg a csaholó ebb, meg a minden... Korcsoknak nevezett korcsok, minket, igen, magyarokat tulajdonképpen. előfordult sokféle jelzős szerkezet, de ön hogy gondolja ezt a határkérdést? És egyébként fölkerültem az ukrajnai halállistára, bizonyára ismeri ezt Amirat a halálistánt. Így van, így van, így van, fölkerültem rá, ami egyébként megtiszteltetés, hogy, hogy oda fölkerültem, Független attól egyébként, hogy, hogy azért annyira nem vicces, mert azért Ukrajnán kívül is haltak Itt meg, gyilkoltak meg, nem, nem, nem. Hát ilyen üzengetések, ilyen fenyegetések jöttek Ukrán nyelven, de hát ezeket azért komolyan nem lehet venni. Független attól egyébként, hogy volt olyan, akit ugye meggyilkoltak például, Dugin lányát or Oroszország területén, aki, aki ugye élesen szemben állt az ukránokkal. Most tehát tök, hogy egy Nem lehet teljesen. Önt, önt mennyire védik, vagy mennyire kell arra figyelni, hogy Torockai Lászlónak a biztonságát így A jó Isten véd, maradjunk ennyiben. A jó Isten véd, és, és annál jobban meg nem lehet, annál jobban meg nem lehet az embert védeni. Az ember. Hivatalos testőrségem egyébként nincsen, de hát a betyársereg alapító tagja vagyok, úgyhogy azért, azért viccet félretéve Jóisten megvéd. Na szóval a határkérdésre visszatérve. Ugye egyetlen egy nemzet sem tudott még elérni semmit a történelm során, úgy, hogy az a nemzet nem akarta. Tehát az alapkérdés az, hogy a magyarok akarják-e, Magyarország képes-e egyáltalán ebben gondolkodni, vagy egyenlőre, most úgy tűnik, hogy még a megcsonkított trianon után megmaradt Magyarországunk megtartása is kérdéses. Ebben az esetben az első kérdés tehát az, hogy van-e, van-e magyar akarat, van-e a mi hazánkon kívül a parlamentben egyáltalán párt, jelenleg egyébként nincsen, aki egyáltalán fölmeri kárpátalja státuszát jelenleg vetni, mi vagyunk az egyetlen ilyen politikai erő. És ugye mi is arra hivatkozunk, hogy 1991-ben volt egy olyan törvényes népszavazás, ami kimondta, amikor az elsőprő többségben szavaztak a Kárpátalján élők, nem csak magyarok, hiszen a kárpát a többsége már 1991-ben sem magyar volt, tehát ruszinok, sőt, ukránok is arra szavaztak, hogy Kárpátaljának legyen egyfajta önrendelkezés, és azon belül pedig a Berekszász környéke, Berekszászi járás, és környéke pedig egy magyar autonóm területté váljon. Ez sem tartja be Kiev 1991 óta sárba tiporja a saját törvényeit, hiszen az a saját alkotmánya szerint, és is egy törvényes, legitim népszavazás volt. Tehát ezzel kéne kezdenünk. Tehát jelenleg Hát az önrendelkezés, ugye nevezzük akkor autonómiának, azzal kellene kezdenünk, hiszen az már egy eldöntött dolog. 1991 ez az 91 óta, ez egy, alkotmány ellenes állapot jelenleg Ukrajnában, hogy Kárpátaljának nincs autonómiája, hogyha úgy tetszik. Tehát ezzel kellene kezdeni, azon belül pedig egy magyar területi autonómiával. Ezzel kellene kezdeni, de még ezt sem veti föl a magyar kormány, még ezt is fél felvetni, vagy ebből a szempontból is megalkulva a magyar kormány. Én, amit érveket, nem hivatalos érveket hallok, az az, hogy amúgy -Aján vészesen fogy a magyar a száma, már kisebbségben vannak a magyarok, a ruszinok is sok esetben nem is nagyon tudják, hogy akkor ők most hova akarnának tartozni, és hogy ez kivitelezhetetlen is lenne. Én elég jól ismerem a szerbeket, és ott a szomszédságban élek, és nőttem föl, és hát a szerbek ugye ők úgy gondolkodtak korábban is, és nagyon sok szerb még most is úgy gondolkodik, hogy ahol ugye van is egy ilyen szerb mondás, hogy ahol egy szerb él, a Szerbia. Jó lenne, hogyha a magyarok is megtanulnának úgy gondolkodni, hogy hogy amikor Trianonban elszakították a, a magyar területeket, akkor nem érdekelte a románokat, nem érdekelte a szerbeket, nem érdekelte a cseheket. Az, hogy egyébként egy cseh sem él felvidéken, az, hogy egyébként a tótok, vagy mostani nevükön szlovákok évszázadokon, egy ezer éven keresztül a legnagyobb békességben éltek a magyarokkal, testvéri szeretetben, vagy például a ruszinok, akik a Szent Korona tagjainak, alattvalóinak tartották ugyanúgy magukat, mint a magyarok, vagy éppen a horvátok, tehát hogy, hogy békesség volt a Kárpát-merencében, ez őket nem érdekelte. Akkor volt egy történelmi lehetőség, és két marokkal kaptak a magyar területeken, szín magyar területeket elcsatoltak, és nem érdekelt őket. Úgy voltak vele, hogy majd akkor eltelik száz év, és majd elrománosítják, zajlik, ugye zajlik ez a folyamat, Nagyvárad, ahol 90 fölött volt a magyarok aránya a trianai békeszerződés idején, hát lassan eltűnnek a magyarok Nagyváradon. Tehát olyan, Most olyan... Mondtam, Nagyváradon, ott tényleg azt lehetett tapasztalni, hogy az egy nagyon, egyébként nagyon szép város, így van. és egyre kevesebben vannak a magyarok, és például, hogyha bementünk boltok, a éttermekbe, bárhova, akkor ott többségében románul beszélő emberek. Hát voltak. nem tudom, nem tudom, hogy van-e még 20% magyar jelenleg Nagyváradon. Adi Endre tudna erről mesélni, hogy Adi Endre idejében az egy színmagyar, színmagyar város volt. Úgyhogy száz év, száz év elég arra, hogy teljesen megváltoztassanak ilyen nagyvárosokat. Így aztán, ha egyetlen egy magyar sem marad a háború végére Kárpátalján, mert azt az, az, az látjuk, hogy most, most kiürül. hát a, talán a, a, a legidősebbek, illetve akik a házuktól, Ők nem akarnak maradnak otthon, így van. Így van az szabadul. Így van az idősek, de hát 20-30 év múlva ők már nem lesznek mondjuk, és akkor eltűnik a magyarság. De ennek ellenére a, a történelmi jogunk, a kulturális jogunk és minden egyéb, vagy akár a földrajzi, és öm, öm, ugye egy egy gyönyörű természetes egység a Kárpát-merence. Ettől függetlenül nekünk nem kell azokról a területekről lemondani. És hát ugye hallgatom, most már 45 éves leszek, nem sokára, és hát nem tudom, 25 éve biztos, hogy hallgatom azt, hogy hogy, hogy micsoda anakronizmus arról beszélni, hogy Trianon, meg a történelmi Magyarország, meg hogy ugye lehetetlen, meg hogy nincs olyan politikai helyzet, nincs olyan nemzetközi helyzet, ki gondolta volna, hogy megtörténik az, ami most Ukrajnában zajlik? Ki gondolta volna azt, hogy Oroszország elkezd az európai határokat újra rajzolni? Ki gondolta volna, bármikor lehet egy olyan nemzetközi helyzet, hogy Magyarország is területeket kaphat vissza? Az a kérdés, hogy mi magyarok, és főleg a magyar politika, van-e annyira bátor, hogy mer egyáltalán erről beszélni?